Mert ez az imavágyunk. And so we're always desiring or praying for something. Igazából mindig imádkozunk valamiért, mindig vágyunk valamire. Prayer is continuous. Az ima folyamatos. And yet the mind that is asleep or has forgotten true identity with God. De az elme, amely alszik és elfeledkezett Istennel való valódi identitásáról, is confused about prayer and desire. Össze van zavarodva az imával és a vágyal kapcsolatban. And so that the prayer or the desire seems to be for things of this world. És ilyenkor úgy tűnik, hogy a világ dolgaiért imádkozunk. And there's a belief that something in this world can fulfill that deep prayer and desire of the heart. És azt hiszük ilyenkor, van egy olyan hiedelmünk, hogy a világ dolgai be tudják tölteni. And much of life comes about trying to make that prayer happen. Tehát, hogy be tudják tölteni ezt a vágyat, és a szívünk vágyát meg tudják válaszolni. Whether it be financial stability, future security, a relationship with a person. Legyen szó pénzügyi biztonságról, egy személlyel való kapcsolatról. I forgot the first one. Even having a good wardrobe. Hogy legyen egy jó ruhatáron. Getting that perfect haircut. Legyen egy nagyon tökéletes frizurán. Changing the environment. Megváltoztatni a környezetet. The prayer or the desire is constant in awareness, but we have to get very clear about learning about the prayer and the desire of the heart. Tehát az ima folyamatos a tudatosságban, és meg kell tanulnunk, hogy miért imádkozunk. Jesus calls this a purification process. Jézus ezt a megtisztulási folyamatnak hívja. He says the altar, ez az oltár, which is really the deepest prayer of the heart, amely valójában a szív legmélyebb imája, vágya, when it is purely for God, és hogyha ez tisztán Istenért szól, then the experience of God is welcome. Akkor az isteni megtapasztalás köszöntve van elébe. But when the altar is defiled, or when there is something else on the altar, de hogyha az oltár úgymond meg van szentségtelenítve, tehát valami másra vágyunk Isten helyett, then that is a block to the awareness of God. Akkor ez blokkolja az Istenre való tudatosságot. So in that sense it's very simple. That? It is very simple. Ja, ilyen értelemben ez nagyon egyszerű. If we're not experiencing the peace of God, something else is wanted. Hogyha nem Isten békéjét tapasztaljuk, akkor az azt mutatja, hogy valami másra vágyunk. And it seems it is very simple, and yet. Szóval ez igazából nagyon egyszerűen, mégis ennek ellenére. The whole awakening process is about letting go of an identification that thinks it wants something else. Az egész felébredési folyamat arról szól, hogy elengedjük azt az identitást, amely azt hiszi, hogy valami másra vágyik. And learning, why would I want something else? És feltehetjük azt a kérdést, hogy miért is akarnék valami mást. And going into that very honestly. És nagyon őszintén ránézünk el a kérdésre. To see that there must be a fear of love and some kind of idea of safety or protectionism. Hogy ebben az esetben a szeretettől félünk, és valamit védünk. Which is why I think I need something else other than God. A védelemre vágyunk, és ezért hisz
érezzük azt, hogy valami másra legyen, mint Isten békére. Something that's in your mind right now that you can't even hear us.
Vagy például valami olyasmit, ami jelen pillanatban az elmédben, ami miatt akár nem is hallasz minket. Just it's a practice of going to your heart. Ez egy gyakorlás arra, hogy elmélyüljél a saját szívedben. And then just watch the magic of an expression session. És aztán csak figyeld a varázslatát annak, ami a megosztás körben történik. Yeah, so in the groups. Tehát a csoportokban. For the one who is speaking, az aki beszél, it is their opportunity to just share whatever it is that's on their heart. Számára az egy lehetőség, hogy megoszta azt, ami a szívében. And for everyone else, it's an opportunity to practice non-judgment. És mindenki más számára pedig ez egy lehetőség, hogy gyakorolja az ítélkezésmentességet. And just to watch any thoughts that come up in your own mind. És csak figyelje azokat a gondolatokat, amelyek saját elméjében felbukkannak. Such as, oh, I can help you. Például olyanok, hogy olyan tudnék segíteni neked. Or I can relate to that. Oh, igen, tudom, hogy miről beszélsz. Just watching that desire to engage and understand or fix or heal. Csak figyelni ezt a késztetést, hogy valakinek segíteni akar, rendbe akart hozni, ezen a szenvedésen keresztül próbálja hozzá kapcsolódni. Because the Holy Spirit is the experience of true empathy. Mert a Szentlélek az igazi együttérzésnek a megtapasztalása. And true empathy does not understand suffering. És az igazi együttérzés nem érti a szenvedést. True empathy is the light or the love in the mind. Az igazi együttérzés a fény, a szeretet az elmében. It's just there. Csak ott van. It sees the false as false. A hamist hamisnak látja. And when called upon, the presence of love can pull through from this state of mind. És amikor hívjuk a jelenlétet, akkor ezt keresztül tud áramolni az elmén. And so the opportunity to practice with true empathy is very, very helpful for the mind. És az, hogy gyakorolni tudjuk ezt az igazi együttérzést, nagyon sokat segít az elménnek. Because we're all called to be miracle workers. Mert mindünket arra hívnak, hogy csodatérők legyünk. And we all experience being counselors for our friends or our loved ones. És mi megtapasztaljuk, hogy éppen tanácsadók is vagyunk a szeretteink számára, barátaink számára. And I'm sure we've all experienced that when you are caught up in the drama, you can't really help. És biztos vagyok benne, hogy mi megtapasztaltátok, hogy amikor ti is belementek ebbe a drámába, akkor nem igazán tudtok segíteni. Once you're hooked or you're engaged, then you want to help and solve the problem. Amint belevonulsz és elviszed a problémát, meg akarod oldani azt. And protectionism comes up, a fear. És ezt hívhatjuk is, hogy protekcionizmus, tehát hogy meg akarjuk védeni az identitást. And somewhere in your mind you know that you can't really know that you can solve this problem yourself. És az elmédnél valahol tudod, hogy te igazából nem tudod megoldani ezt a problémát. No matter how much you want to. Bármennyire is akarod. And so this practice of true empathy. Az igazi együttérzésnek ez a fajta gyakorlása. Of seeing that if I'm the one believing in the suffering and really wanting to help from that impulse. Látni azt, hogy tényleg hiszek el a szenvedésben, és ebből az impulzusból akarok segíteni. Then I'm the one in need of healing. Akkor valójában én vagyok az, aki segítségre szólni. And what is here for me right now is my opportunity to practice giving my mind over to the Holy Spirit. És akkor most ez egy csodálatos lehetőség arra, hogy átadjam az elmém a Szentléleknek. And in this practice we are aligning with the Spirit and allowing the Spirit to be the counselor. És ebben a gyakorlásban megengedjük a Szentléleknek, hogy ő legyen az, aki segít, ő legyen az, aki tanácsot ad. In A Course of Miracles, Jesus says,
the reason why you have not truly experienced this yet. A csodák tanításában Jézus azt mondja, hogy azért nem tapasztalom még ezt. Like the freedom of true empathy. Az igazi együttérzés szabadságát. It's because you've not let the Holy Spirit do His job yet. Mert még nem engedte meg a Szent Léleknek, hogy a munkáját végezze. You keep jumping in and thinking that you can help yourself. Újra meg újra beugrasz, igen, és azt hiszed, hogy te majd meg tudod oldani a saját problémádat. There's a very deep desire to help and save. Nagyon mély ez a vágy, hogy segítsünk magunkon, vagy mások, és megmentsük magunkat, vagy másokat. Again, it's not a bad thing. Újra mondom, ez nem egy rossz dolog. There's a desire to be truly helpful. There's a desire to extend love. Van egy vágy bennünk, hogy igazán segítőkészek legyünk, és hogy szeretetet adjunk, kiterjesszük a szeretetet. But we have to keep giving this to the Spirit and be trained in how we can be truly helpful. De ezt újra meg újra át kell adnunk a Szentléleknek, hogy ő tréningezze az elménket, hogy hogyan tudunk valóban segítőkészek lenni. So that we're not maintaining this belief in a problematic world that can't be solved. Hogy ne tartsuk fenn a hiedelmünket ebben a problémákkal teli világban.